A Gárdonyi Géza Művelődési Ház könyvtárában indított program során párhuzamba állítják az egykori és mostani gyermekek ünnepeit, játékait, iskolai körülményeit. Erős Regőnek fiatal kora ellenére határozott véleménye van a témáról. Mint mondja, szívesebben élte volna meg a gyermekkort 50-60 évvel ezelőtt. Ma már nagyon sokan beülnek a számítógépen, és egy egész délután átfoglaltam. Második, harmadik körül én is nagyon sokat ültem, volt olyan, hogy 3 órát. Hát most én inkább legtöbbször kutyákkal. Szerintem jobb dolog a természetben kint lenni, például az állatok között a levegővel, és úgy sokkal többet is lehet okosodni. A nyugdíjasok szívesen idézték vissza gyermekkorukat. Mint mondják, ma már más normák szerint élnek a gyerekek, kevesebbet beszélgetnek egymással, és kevesebbet is vannak szabad levegőn. Gyalog jártunk iskolába, be a városba. Nem jött se a nagypapa értünk, se a nagymama autóval, és akkor fölálltunk itt az iskolapadból, hazaviszik a mai gyerekeket, leülnek a számítógép elé, és újra ülnek. Szóval ez valahogy nem jót tesz se a kapcsolatoknak, a barátságnak, se pedig a testi edzettségnek. A Művelődési Ház egyelőre saját forrásból biztosítja a programsorozat megvalósulását, melynek egyik fontos célja, hogy erősödjön a kapcsolat az idősek és a kicsik között. A gyerekeket egy olyan gondolkodásmód felé is orientálja, ami az idősekben még hát életvitelszerűen megvolt. Ezen túlmenően egy másfajta élet lehetőségét is felvillantja a gyerekek felé, amivel ők nemigen találkozhatnának már a mindennapokba. Évente 8 alkalommal kerül sor a generációk párbeszédére. Most a régi vásári hangulattal és szokásokkal ismerkedhettek meg az iskolások, májusban pedig a családi élet és a családi ünnepek kerülnek terítékre.